Csökkentett tartalommal ugyan, de 5. alkalommal rendezték meg Törökszent Miklóson a Töröki Szárnyas Fesztivált. A vírushelyzet hatásaira tekintettel a fesztivál baráti főzőversenyé szerényedett, de a gasztroélményből ez semmit nem vont le. Annak ellenére sem, hogy kevesebb volt a főzőversenyen indulók száma. A versenyszabályzat idén engedékenyebb volt, ezúttal nem csak szárnyas ételeket nevezhettek a résztvevők, hanem bármilyen alapanyagot lehetett főzni, sütni, grillezni, párolni, konfitálni, hidegen-melegen füstölni, karamellizálni. Tizenhat csapat nevezett, több mint 20 ételt készítettek, nézzük a felhozatalt. Karancsony egy Jótevők Egyesülete vagyunk, és tyúkhúsleves készült, és lesz olyan, hogy ilyen saslikszerű, ilyen csirkemell sajtok lesznek, és az ki lesz bundázva. És tört krumpli lesz hozzá. Mi vagyunk a Komló Imádók főzőcsapat Karancslapújtőről, és libamáj krémlevest készítünk, és rozmaringos libacombot sütünk. Akkor csöppentő csapat, röppenő eledelek. Étvágygerjesztő, kacsamájpástétom kalácságyon, ez már megvolt. Pitypalagy, fűrd alól a fű alatt. Tejszínes forró folyadék, benne petrezselyem, zeller és gomba, répa fűszer és fűrnek húsa. Együtt kerüljetek a bográcsomba. Tárgonnyal, citrommal, fűrt tojással megkoronázva kerül a tányérodba. Jó palócok eledele. Háztályi pipik combja, csirkefarmról érkezett két lábon, serpenyőben landolt gombágyom. Krumpli java reszelve, fűszerekkel keverve, serpenyőben sütögetve, tócsné magyar hangon. Szárnyas húsi és sok zöldség, rabló népnek kell az eleség. Nyásra húzzák ők a zsákmányt, majd tűz felett megpirítják. Nem bírom őket túlkiabálni. Tollától fosztott szárnyas asszonyság békönbundába bugyolálva, batátával felszolgálva. Nassolni mindig élvezett, részeges tiramisú mandulával és tojás likőrrel bolondítva. Kommunális Kft. Sertéspörkölt, vegyes apró húsbú, meg csülkös baboskáposzta, de az még föl. Ipaja Szent Andrási szervezet, a csapatneve és a menő az csirkemelcsék a Stroganov módra. Operátorok és csirkepörköl. Kormos kondér, gulyás, marhából készül a gulyásleves, marhanyak és disznócomb. Nádas Csaba nével indultunk és pulykanyag pörköltet főztünk. Otthonunk Szent Miklós Egyesület és kakas pörkölt jutóról strapacskával. Fázis Szeruzák néven indultunk most, mert keresjük a fázis a lányoknál, néha le vannak nullázva, de nem ez a kérdés, hanem hogy mit főzünk, ugye? Na, amit főzünk, az különleges. Lassú tűzön kell főzni, ezt elmondhatom. Bivajragú. Bivajragú lesz, és hozzá csinálunk grillen sütött polentát. Itt van a fázis szeruzáknak a keresője, uh-huh. És akkor a három helyre lehet a fázist keresni. Uh-huh. A fázis szeruzák dugaljai vagyunk, az elektromos tyukok, és most egy tradicionális, egyébként román étel, eredendően román étel, de Erdélyből ismeri mindenki a csorbalevest. Ugye rengeteg változata van, ez most egy szárnyas, húsos csorba. Kalandozó civisek vagyunk, Debrecenből jöttünk, töltött káposzta lesz kicsit másképp, és egy tarkedré lesz utána. A Barbecue Roosters vagyunk, és egy ilyen levessel, egy ilyen csirkeragú levessel készültünk, meg egy barbecue technikával készült csirke lollipop comb, barackos káposztasalátával, egy kis grillezett fügével és szilvával. Alatkai Bakpulyka csapat vagyunk, és készítünk vegyes pörköltet pulykából, konfitált pulyka mellett, illetve grill tálat fogunk csinálni, és egy paraszt batyút tulajdonképpen. Hátrányból Győzelem Egyesület vagyunk, és roma ételeket készítünk ezen a főzőversenyen. Cigánytyúkos káposzta, legényfogóleves, bodag és hagymásült tyúkot készítünk, valamint párolt gyümölcsöt borban pároltuk karamellen. Ez készül ma. Taurina Agrár Kft. Pulyka zúza pörkölt.
Voltak visszatérő csapatok, de voltak olyanok is, akik első alkalommal tesztelték tudásukat a törökin. Az otthonunk Szent Miklós Egyesület az utóbbi csoportba tartozott. Első alkalommal nevezett az 5. töröki szárnyas fesztiválon az OSZE csapata. Hát milyen apropóból gondolták így, hogy el lehetne indulni egy ilyen főzőversenyen is? Hát az apropó az igazából az volt, hogy szeretünk mindannyian együtt lenni, közösségben, amennyien vagyunk, és úgy gondoltuk, hogy akkor most egy főzőverseny keretében megmutatjuk, hogy egyáltalán tudunk-e főzni, és hogy egy ilyen főzés keretében hogyan tudunk együttműködni. Hát az ebéden már túl vannak, milyen, hogy sikerült? Hát, mint laikusok, nekünk ízlett egyébként. A bográcsnak több, mint a fele elfogyott. A strapacska volt a köret, illetve nokedlit is szaggattak a lányok. Lehetett szabadon választani. Kovászos uborka, uborka saláta volt a kiegészítő savanyúság mellé. Nagyon ízlett mindenkinek egyébként. Vendégeket is tudtunk fogadni itt az asztal körül. Hát majd meglátjuk, hogy a zsűri hogyan értékeli, hiszen nevezett ételről van szó. Nekünk mindannyiunknak nagyon ízlett. Egyébként azt gondolom, hogy egy kakaspörköltöt nagyon nem lehet elrontani. Került-e be vele valami különlegesség, vagy valami egyedi, vagy valami titkos, ami most elárulunk, és már nem lesz titok tovább? Hát a különlegesség és a titok az volt, hogy nem volt igazából főszakács, illetve az elején volt főszakács, utána a főszakács átadta a főszakács szerepet egy másik embernek, utána a végén, amikor legvégső fűszerezés volt, akkor már megint egy harmadik ember fűszerezett, tehát mindenki kiegészítette egymást. Kakastari is került bele, nagyjából a főzés közepénél egy kilónyi kakastarét tettünk bele, illetve az utolsó percekre azt hiszem, hogy egy zacskó kakastöke került bele. Gyakorlatilag ez belsőség, és azt gondolom, hogy egy pörkölt belsőséggel nagyon jó tud lenni, bármilyen állatról van szó, úgyhogy most a kakas pörköltet, a kakastöke nagyon jól kiegészítette. A Taurina Agrár Kft. Csapata már nem először vesz részt a töröki szárnyas fesztiválon, ahogy korábban, most is régi időket idéző, egyedi hangulatot varázsoltak. Taurina Agrár Kft. Az egyetlen itt a mai mezőnyben, akik igazán felidézik a régi majális hangulatát, jól gondolom? Nagyon jól gondolod, mert nálunk ez egy nagyon fontos dolog, hogy az emberek a napi folyamatos munka után egy kicsit a fehér asztal mellett jól érezzék magukat is. Erre sokat áldozunk is, meg szeretnénk is, hogyha mindenki jól érezné magát. És ahhoz, hogy tényleg jól érezzék magukat, megteszünk mindent, hogy a játékokba, a főzésbe, az együttlétbe úgy érezzék, hogy ennek a közösségnek tagjai. És úgy érzem, hogy úgy is érzik. És ezt látom, hogy nem csak a dolgozók vannak itt, hanem a hozzátartozók, családtagok is. Hát ez a legtermészetesebb dolog, hogy a család az rész a Taurin Agrár Kft.-nek. Hát egy családi háttér nélkül nem lehet úgy dolgozni, hogyha éjfélkor szólnak, hogy valami meghibásodott, el kell menni, akkor valaki felek az ágyból, és a felesége meg kiveri a patáliát. Tehát ez csak úgy lehet, hogy a család úgy érzi, hogy ő is ennek a társaságnak a tagja, itt közösségnek a tagja. A zsűrizés nehéz feladatát a már megszokott csapat vállalta, Gajdán Antalné, Csemer Ágnes és a Gajdán ikrek Antal és Attila értékelték a produktumokat. A gasztro élmények mellett a Hortobágyi Madárpark madarai jelentettek látványosságot, a solymász bemutató pedig bátorságpróba volt gyereknek, felnőttnek egyaránt. Figyeljetek! Gyere! Nagyon nagy, tapsa, nagyon bár. A rendezvény tiszteletére Ferge István, az R19 Postagalamb Sportegyesület galambásza postagalambjait röptette. István bácsi, ugyan még tart ez a mai nap, de ha így végignéz
az összegyűlt főzőkön, versenyzőkön ilyennek képzelték el az 5. Töröki Szárnyas Fesztivál? Hát nem ilyennek képzeltük el. Amikor novemberben elkezdtük szervezni, akkor igazi töröki fesztiválra gondoltunk, de hát közbeszólt a vírus. Én úgy gondolom, hogy ahhoz képest, hogy durván egy hónappal ezelőtt kezdtük a szervezést, meg igazán nem is volt idő ezt hírelni, ahhoz képest szépen jelentek meg csapatok, és hát a fémjelzi a hagyományt az, hogy nem csak helyi csapatok vannak itt, hanem vannak Debrecenből, Karancslapújtőről, Hajdúböszörményből, tehát úgy gondolom, hogy sikeres. Nem beszélve arról, hogy akit meghívtunk, turkevei vállalkozót, hogy a vendégeknek főzzön, 4 bográcsból éppen most pakolták fel a üres bográcsokat, minden elfogyott. Tehát ez azt jelenti, hogy voltak vendégek, meg ízlett is a kaja. A zsűri értékelése alapján a 6. helyen a fázisszeruzák végeztek, 5. lett az alatkai bakpulyka csapata, 4. helyen végeztek a hátrányból győzelem egyesület tagjai, 3. lett a kommunális szolgáltató Kft., 2. a karancsföldi jótevők egyesület, a fesztivál győztes pedig a Barbecue Roosters lett. Abszolút fesztivál győztesei lettek a mai napon. A fesztivál győztes csapatkapitányával beszélgethetünk. Te hogy értékeled, hogy sikerült az étel, amit elkészítettetek? Én úgy érzem, hogy benne van minden, amit rákészültünk a csapattal, a fiúkkal, meg a feleségemmel, és én azt gondolom, hogy ha tudunk, akkor jövőre is megint részt szeretnénk venni a rendezvényen, és akkor megint valamilyen újítással, valami csalafintasággal készülünk. Nagyon sok érdekességet mondott a zsűri. Direkt ilyen különleges dolgokat szeretitek, és nem a hagyományosat, vagy pedig ezek a kedvencek? Hát szeretjük a hagyományos ízvilágokat is, viszont ahhoz, hogy kitűnjünk a versenyzők közül, szerettünk volna egy olyan ilyen irányvonalat képviselni a gasztronómiába, amivel így igazából meg tudunk jobban mutatkozni. Ugye ezt, szeretjük ezt a grill, barbecue-t és a barbecue technikát is, és én úgy érzem, hogy ezt még annyira nem nagyon ismerik itt a környéken, viszont vannak ott olyan vidékek, területek, ahol meg ez egy tradicionális étel, például Amerikában, és ott ez a teljesen hétköznapi ételnek számít. Kóstoltál versenytársaktól ételt? Igen, kóstoltam a kalandozó civisekét, az is nagyon finom volt, és szerintem teljes jogosan megérdemelték ugye a díjat. Ővelük már több éve barátságban vagyunk, és mindig szoktunk így évközben is beszélgetni, levelezni egymással, úgyhogy kóstoltunk másokét is. Jövőre találkozunk. Remélem. Viszlát. Hello. A főzőverseny értékelésére a zsűri elnököt, Gajdán Antalt kértük meg. Az idei ételek felhozatala igen szoros volt, úgy gondolom, és úgy gondoljuk mi zsűrik, hogy minden évben az építő jellegű kritikákat próbálják megfogadni a csapatok. Na most az építő jellegű kritikán egy kicsit felülmúlta, mert szoros is volt a küzdelem, az ízek már egy kicsit jobban kibontakoztak, mint a tavalyi év, és ezért volt olyan csapat, aki úgy gondolom magasabbra tette a lécet, mint amit szeretett volna. Ezt a lécet elég alacsonyról megmászni. Tehát szakmai szemmel, hogyha szakmailag zsűrizünk, már pedig ez úgy történt, Minden apró dolog és tényező összeteszi azt az eredményt, amit megkapnak a csapatok, amit úgy gondolom kritika, építő kritika és elismerés. Na most ez a mai napon, ez így tevődött össze a csapatoknak, hogy azért nézzük azt, hogy ott legyen az íz, ott legyen a szín, a harmónia, a csapatok összetételét néztük, hogy milyen mókásan, hogyan készítették el az ételeket. Ami nagyon fontos, az a higiénia. Tehát
Ugye sokat nem látnak belőlünk a csapatok, csak az, hogy jövünk, megyünk köztük, és látjuk azt, hogy most az ételeket tisztelik, vagy nem. Itt gondolok arra igazából, hogy amikor én elkezdek főzni, akkor ne dohányozzak az étemmel, mert ugye a konyhában odabent a házban egy normális körülmények között senki nem teszi ezt meg. Ez a higiénia legelső foka. A következő az ugye a nap elején ezt én hangsúlyoztam is, és kértem tőlük, hogyha az ételekkel készülnek, tiszteljük meg őket azzal, hogy nem egy műanyag tányérban tálaljuk fel. Ezt úgy gondolom, hogy minden csapat kitűnően biztosította számunkra, és felkészültek szerintem a mai napra 100%-osan. Miben emelkedett ki az első helyezett a többiek közül? Vagy kérdezhetném úgy is, hogy miért ők nyertek? Nagyon nehéz ezt most eldönteni igazából, ugye többen voltunk zsűrik, és ez egy nagyon szoros küzdelem volt a fiatal emberek között és a második helyezéstől. Ugye, ahogy miben különbözött? Ők, ugye itt a csapat javarészét már ismerjük, több helyről az országban zsűrizzük őket, és a fiatal emberek egy kicsit átreformálták a konyhát. Tehát ugye nyugatra fele megynek el fel a gondolkozásuk, És ugye lassan füstölik a húsokat, hideg salátát adnak mellé, majonéz alapút, ugye ebben az időben egyébként nagyon veszélyesek ezek az ételek, de nagyon komolyan precízen tálalták, és ugye az egyszerűbb étel néha több. Na ez most egyszerű volt ez az étel, viszont időigényes. Egy lassú hideg füstölés, egy meleg füstölés, vagy egy konfitálás, az mind időigényes, és hogyha már egy kicsit túl konfitálom, ha már egy kicsit túl füstölöm, akkor kiszárad a hús. Az övékét teljes mértékben komoly volt, és úgy gondolom, hogy megfelelő volt szakmailag is, és az összetettségük, én úgy gondolom, hogy ez most az övéké volt. Ilyen volt tehát a 2020-as Töröki Szárnyas Fesztivál baráti főzőverseny. Remélhetőleg jövőre színes kulturális programokkal, koncertekkel kiegészülve rendezheti meg Törökszent Miklós a Város Gasztrofesztiválját.